kívánok mindenkinek, Francia Viktória vagyok. Egy kis műsorváltozás van, Vida Tamás helyett dr. Kuti Ferenc fogja a kerekasztal beszélgetést vezetni. Rajta kívül Fialka György és dr. Muha Lajos vesz részt a kerekasztal beszélgetésben. Kezdjük el, mert a kollega azt mondta, hogy rövid leszek és pergős, és szeretnék ennek az ígéretének eleget tenni. Miről fogunk most beszélni? A közigazgatásban használt informatikai rendszerek védelméről, illetve ennek legfőképp hiányosságáról. Az elmúlt két napban, illetve tegnap, illetve a mai napon meghallgattuk, hogy az informatikai biztonságnak milyen jelentős szerepe van Magyarországon, milyen jelentős szerepe van a világon. Erre milliárdokat áldoznak cégek Tájföldtől egészen Amerikáig. Meghallgattuk, hogy milyen veszélyek leselkednek az informatikai rendszereinkre. Amit nem hallottunk az előző előadásban, mert mi kimaradtunk belőle, én a kis intézmények részéről szeretném megvilágítani önöknek a problémát, mert van probléma a közigazgatásban, van probléma az információ biztonsággal, nem kicsi. Belső ellenőr vagyok, nem informatikus, és meg kell, hogy mondjam önöknek, egy kicsit idegenként vagyok itt önök között, mert nagyon sok mindent nem értek az informatikából. Azonban 2004 óta egy jogszabályi változás következtében az informatikusok és a belső ellenőrök valahogy összekapcsoltan kellene, hogy a munkájukat végezzék, ami az információbiztonságot illeti. Ezzel kapcsolatosan készültem egy kicsit, amit most át fogok pörgetni, és nem fogom önöket untatni jogszabályi ismertetéssel. Az a lényege, hogy 2003 év végével született egy jogszabály, ami kötelezővé tette a költségvetési szervek belső ellenőrzését. Ez egy EU-s előírás volt Magyarország számára. És ebben a jogszabályban előírták a belső ellenőröknek, hogy informatikai rendszer ellenőrzéseket kell végeznünk. Belső ellenőröknek informatikai rendszer ellenőrzést. Két külön szakma. Ennek megfelelően 2004 óta ez valahogy kimaradt az intézményi működési területről, hogy az informatikai rendszereket ellenőrizzük, hiszen anyagi erőforrásaink meglehetősen szűkösek. Ebből ennek megfelelően egy informatikus még tudunk foglalkoztatni, de hogy még egy informatikust foglalkoztassunk arra, hogy minősítsük az informatikai rendszerünket, na arra már keretünk nincsen. A belső ellenőr, akinek ez a feladata, ugye nekünk képesítési előírásaink vannak jogszabály szerint, nekünk nem szakmánk az informatika, tehát elég nehézkes lebonyolítani egy informatikai rendszer ellenőrzést egy belső ellenőrnek, egy belső ellenőri szemszögből. Az ellenőrzések lefolytatásához egy informatikusra lenne szükség, ami a szűkös erőforrások miatt nincs. Kisebb intézményeknél, ahogy említettem erre, sem az emberi erőforrás, sem anyagi erőforrás nem áll rendelkezésre, hogy ezeket a biztonsági rendszerellenőrzéseket lefolytassuk. A jogalkotó adott némi segítséget nekünk ebben, egy útmutatókat és módszertanokat dolgozott ki az informatikai biztonsági rendszerek ellenőrzése tekintetében. Meg kell mondjam, ezek az útmutatók 2004 évre nyúlnak vissza, azóta frissítésük nem történt meg. Ennek megfelelően hát önök is látják, hogy az informatika olyan mértékben fejlődött, hogy nem biztos, hogy ezek az útmutatók egy az egyben úgy használhatók, ahogyan ez mondjuk 2004-ben még használható lett volna. Ez 2004 és 2013 év közötti történés. 2013 évben egy nagyon erőteljes államigazgatási szervezeti változás történt, ami az informatikai struktúrát is érintette. Kulcs szervezetek, illetve olyan országos hatáskörű szervezetek jöttek létre pár hónap alatt, hogy az informatikai rendszerek ezt a fajta változást nagyon nehezen tudták lekövetni. Ugye megalakult a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ az oktatás területén, ami Magyarország összes oktatási intézményét szinte lefedve egyesítette magában a gazdálkodási feladatokat. Létrejött 2013 évben a szociális intézmények tekintetében a Szociális és Gyermekvédelmi Felügyelet.
illetve a Szociális Főigazgatóság. Szintén ez a szociális intézményeket egyesítette, gazdálkodást összevonták, és területileg igen-igen széttagozódott intézményhálózattal egy intézmény jött létre. Az informatikai háttere pedig 2013 év végére sikerült olyan szinten egységesíteni, hogy azt mondhatjuk, hogy talán most már egy működő informatikai gazdálkodási rendszerünk működik. 2014. január 1-től ismételten egy nagy változást sikerült átélnünk a közigazgatásban. Itt a számvitellel kapcsolatos jogszabályi változás az, ami a tavalyi évünket befolyásolta, illetve az informatikai hátteret. Gyakorlatilag a szoftverállomány jó részét le kellett cserélni a tavalyi évben a költségvetési szférában. Egy olyan új számviteli törvény született, amely alapjaiban rengette meg a számvitel gyakorlatát. A korábbi régi programok már nem voltak megfelelőek, fejlesztésük nem volt megoldva, főként ez a kormányzati ingyenes program, a Tatigas program, ami egy doszos alapú program volt, évtizedek óta használták a közigazgatásban, a kis intézmények jó 70%-a ezt a programot használta, majd 2014. január 1-től át kellett állniuk egy másik, korszerűbb, integrált számítógépes rendszerre. Igen. A központi, illetve a költségvetésben két olyan jelentős program van, ami gyakorlatilag a teljes államháztartást lefedi. Ez az egyik a KIR, ez a központi illetményszámfejtő rendszer, ez egy bérszámfejtő, munkaügyi, illetve finanszírozással kapcsolatos rendszer, valamennyi költségvetési szerv használja. A KGR program az egy adatszolgáltató rendszer, kulcsfontosságú, hiszen a költségvetési adatszolgáltatás, ami alapján megjelennek a makrogazdasági mutatók, a KGR-en keresztül születnek a költségvetés, illetve az éves költségvetés végrehajtásáról szóló törvény számadatai a KGR programból származnak, szintén valamennyi költségvetési szervnek használnia kell. Meg kell említenünk a számviteli rendszereket. Régebben sokkal több apróbb számviteli programot használtak. Az a tendencia 2014. január 1-e óta, hogy pár szoftverfejlesztőnek sikerült integrált programot kifejleszteni, ami elegen jogszabályi előírásnak. Ennek megfelelően ez a pár program az, ami az államháztartásban felmerül számviteli programként. Azon túl, hogy a szoftverállományt lecserélték az intézmények, nagyon fontos változás volt, hogy míg például a Tatigas programnál és a programok egy részénél lokális adattárolásról beszéltünk, egyre inkább áttolódott ez az adattárolás, központi adattárolás, a központi szervereken történt az adattárolás. A legújabb tendencia pedig az, hogy kiléptünk a felhőbe. Mind a három verziónak nagyon magas a kockázata, ugye az első kettőnél felesleges ecsetelni, a felhős rendszernél pedig az elmúlt két napban meghallgattuk, hogy milyen veszélyeket rejt magában, és hogy az ellenség az bizony mindenhol ott van, és mindenhol lát bennünket. Pontosan ezért minden eddiginél lényegesebb, hogy szabályozzuk a hozzáféréseket, szabályozzuk a jogosultságokat, és igenis szabályozzuk a fizikai védelmet. Építsük ki, és biztosítsuk a számítógépes rendszereink védelmét, mert olyan adatokat és olyan mennyiségű információt tárolunk a közigazgatásban, amely, hogyha egyszer probléma van, nagy probléma lesz. Halljuk már most is, pláne az egészségügybe kiszivárgó adatokat. Szerencsére nagyon ritkán elvétve hallani, hogy egy-egy egészségügyi intézményből bizalmas adatok kerülnek ki, személyes adatok kerülnek ki, előfordul. A veszély ott van, a veszély ott él közöttünk, de
Én azt gondolom, hogy amennyire védtelen a rendszer, ahhoz képest még mindig kevesebb a probléma, mint amennyi problémát ez okozhat. Jó. Mi a fő probléma az informatikai rendszerek esetében? Én megmondom önöknek őszintén, hogy több éve vagyok kint itt az ITBN-en, és nagyon nagy örömmel látom azt, egyre több kollega jelenik meg a költségvetésből. Most már nem csak piaci szereplők, illetve nem csak a magánszféra és a vállalkozások jeles képviselői jönnek el, hanem a költségvetési szervek, informatikus kollégái, vezetői, döntéshozói is. Eleinte ezek főként a nagyobb intézmények, nagyobb szervezetek képviselői voltak érintettek ebben a kérdésben. Idén már úgy láttam, hogy kisebb szervezetek is jelen vannak, és ez azért nagy öröm, mert ez egy olyan tendencia, ami ha folytatódik, akkor talán eljutunk oda, hogy a legkisebb intézményi körbe az iskolák, szociális otthonok és egyéb ilyen kisebb intézmények esetében is megoldható lesz az információ biztonság és az informatikai rendszervédelem. Az előbb már említettem, hogy a régebbi programok lokálisan futottak egy-egy gépen, a központi szerverek elterjedésével a mentések, adattárolás, frissítése megoldódni látszott. Azonban most, hogy kiléptünk a felhőbe, ez egy nagyon komoly problémát vet föl, méghozzá az adatvédelem problematikáját. Tegnap este hallottam egy nagyon érdekes dolgot a ITBN vacsorán, és eddig én azt gondoltam, itt az előadásokat hallgatva, hogy egy kicsit elavultnak tűnünk, hogy mi a költségvetésben, hogy nekünk a legfőbb problémánk Erzsike néni, aki a egeret nem tudja kezelni, bocsánat, de van olyan intézményünk. Itt pedig már olyan informatikai fenyegetettségekről és veszélyekről hallottunk, ami ezen merőben túlmutat. Na, tegnap este a vacsorán elhangzott egy nagyon érdekes dolog és nagyon hasznos dolog. A legfőbb kockázati tényező az ember, és mindig az ember. És tulajdonképpen én belső ellenőrként, amikor egy-egy rendszer kockázati tényezőjét, vagy rendszerben rejlő kockázati tényezőket tárom föl, én is erre az egy dologra jutottam, hogy mindig a legmagasabb kockázati tényező maga az ember. Miért? Költségvetési szerveknél foglalkoztatott informatikusok esetében nagyon fontos, kötött a létszám. Egy költségvetési szerv kötött létszámmal gazdálkodik. Ami azt jelenti, hogy jó, ha van kis intézményeknél egy-két informatikus, nagy intézményeknél is egy kisebb informatikai szervezeti egység, de szabadon ez a létszám nem bővíthető. Még nagyobb probléma az, hogy a költségvetésben igen-igen korlátozottak az anyagi erőforrásaink. Nemhogy az üzemeltetésre, az informatikára nehézkesen jut, de a napi működésről halljuk, hogy sok esetben gondot jelent. Ilyen helyzetben, amikor egy döntéshozónak mérlegelnie kell, hogy mire költi el a rendelkezéséről igen szűkös erőforrást, nyilván egy picit a fontossági sorrend eltolódik, neki működtetni kell az intézményt, a szakmai folyamatait, az alapfeladatot. Pontosan emiatt kis intézményeknél igen gyakori megoldás, hogy külsős informatikai kollégáknak nem közalkalmazottként, nem köztisztviselőként, hanem együttműködéssel, és bizony az informatikusok az ár alapján választják ki a megfelelőt. Több árajánlat alapján a legolcsóbbat, önök biztos tudják, hogy ennek milyen kockázata van egy-egy rendszer működésében. Jó, ez az informatikusok oldala. A felhasználók részéről is igen erős a kockázat. Én azt látom, hogy a költségvetésben a felhasználóknak a ismeretei, informatik ismeretei igen-igen korlátozottak. Korlátozottak abban a tekintetben, hogy
kizárólag felhasználói szinten Office, Word-öt és a saját programot használnak. Nem tudunk kommunikálni a rendszerfejlesztőkkel hatékonyan, mert más nyelvet beszélünk, és az informatikai és szakmai szempontokat igen-igen össze kellene ahhoz hangolni, hogy egy hatékonyan működő és kellemes informatikai rendszert tudjunk kialakítani az egyes intézményeknél. Én azt látom, hogy ezek a legnagyobb problémák a költségvetési szerveknél. Sajnos az időnk nagyon-nagyon véges, és emiatt nekem most, én most átadom a szót a kollégáknak, akikkel egy kerekasztal beszélgetést fogunk még önöknek prezentálni. Ha valami kérdésük van az előadás végén, még megtehetik, és most akkor egy kerekasztal beszélgetésre invitálnám a kollégáimat. Köszönjük, nagyon szépen köszönjük. Foglalj helyet, Viktória. Engedjék meg, hogy ismételten bemutassam a kerekasztal többi részét. Jobb szélén, aki véletlen nem ismerné dr. Muha Lajos tanár urat, az informatikai szabályozásnak az egyik legnagyobb magyar még élő képviselőt, és Fialka György urat, a Magyar Biztonsági Vezetők Egyesületének az elnökét. Abban maradtunk, hogy egy-egy percet kap első körben mindenki arra, hogy néhány alapgondolatot. Én úgy gondolom, hogy amit itt az előbb Francia Viktóriától hallottunk, ebben van több olyan mondat, amire érdemes visszakéreckedni. Mondjuk az egészségügyel kapcsolatos adatok, vagy az egyéni egészségügyi adatok hol jelenthetnek a gondolt problémát, hogy mi erről Muha Lajosnak a véleménye? Hát az egészségügyi intézmények adatkezelése az egy rendkívül érdekes, problémás kérdés. Ugye egyik oldalról a személyes adatokból is az érzékeny személyes adatok, ugye ott vannak minden egészségügyi intézménynél, ahol megfordulunk, pontosan tudják, milyen betegségeink vannak, milyen kezeléseink vannak, amit elmondtunk, meg amit nem, azt is nyilván tartják. És hát ugye ezt nagyon bizalmasan kellene kezelni, mert nem tartozik senkire, de a másik oldalról, ha megnézzük, hogyan működik az adatkezelés az egészségügyi intézményekbe, tulajdonképpen az egészségügyi dolgozók közül, és itt szeretném hangsúlyozni, tehát nem kívülállók, de az egészségügyi dolgozók közül szinte az fér hozzá, aki akar. Miért? Azért, mert egy sajátos helyzet áll elő. Ugye egyik oldalról van az a jogi probléma, hogy a személyes adataimhoz, annak védelméhez való jog. A másik oldalról viszont ezt felülírja az élethez, az egészségügyi ellátáshoz való jog, és úgy vannak vele, hogy amikor én ott heverek a kórházi ágyon, akkor teljesen mindegy, hogy éppen mi történik, bármelyik ápolónő, aki azon az osztályon vagy egyéb, tudja megnézni, hogy éppen mivel fekszem, milyen gyógyszereket kaptam eddig, éppen miért nem kapok meg, hogy történt, mint történt ezek. Tehát itt rendkívül durva módon ütközik két jog, amiből ugye, ahogy mondtam, az élethez való, az egészséghez való jog úgymond a magasabb, az erősebb. Viszont, és nagyon fontos dolog, itt az előadásban elhangzott, én hál' Istennek még Magyarországon nem nagyon találkoztam azzal, hogy egészségügyi dolgozó visszaélt volna az adatok megismerésével, tehát hál' Istennek nagyon jól betartják azt, amit be kell tartaniuk. Maradjunk abban, hogy az ezzel kapcsolatos anomáliák véletlenszerűen viszont előfordulnak, tehát itt a szándékosságról szól a történet. Ugyanez üzleti területen, nem az egészségügyi biztonság, hanem az adatbiztonság kérdései, milyen gondolatok indukálódtak Fialka Györgyben? Hát először is, mit keres itt egy biztonsági vezető egy informatikai konferencián? Annyit nem. Hát nagyon rövid és tömör a válaszom. Van középen egy fekete doboz, annak van egy bemenete és kimenet. Tehát a bemeneti védelem, a környezeti védelem és a kimeneti védelem az már mind biztonsági kérdés. És miért lényeges ez? Ugyanis valóban a doboz belül gyönyörűen megvédett és nagyon szépen összerendezett, de a bemeneten, ha illetéktelen fér hozzá, akkor vagy hamis adatok, vagy megváltoztatott adatok kerülhetnek be. Az eszköz maga, tehát a fekete doboz elméletben, az eszköz lehallgatható, tehát információ kinyerhető belőle megfelelő módszerekkel, illetve a kimeneten, ha illetéktelen személy tartózkodik, akkor, amit a Muha úr elmondott, hozzáfér olyan adatokhoz, ami nem rá tartozik. A mi esetünkben, ugye kezdve a bemenetnél, az inputoknál, nagyon fontos az, hogy ki és milyen módon fér hozzá a bemeneti rendszerhez. Mint tudjuk, az adatvesztésnek
alapvető esetei ugye a szóbeli, tehát a beszédes adatvesztés, az írásbeli adatvesztése, vagy pedig az elektronikus adatvesztés. És hogyha ezeket figyelembe vesszük, akkor mindjárt következik a következő gondolat, hogy de akkor mit tudunk tenni ellene, és megjelenik egy varázsszó, a kockázat. Kockázat. Francia Viktorát most kihagyjuk, mert őnek azért volt kellő ideje arra, hogy védekezzék. Hadd kérdezem Muha tanárat, hogy az általános képbe a kockázatkezelés és a kockázatkezelése való felkészítése az államigazgatás alsóbb szintjén lévőknek, ez hogy néz ki a tapasztalatai szerint? Hát az alsó szinten lévőknél igen problémás a dolog. Tehát ugye azért most már az államigazgatás felsőbb régióiban, így mondjam, tehát a központi államigazgatási, közigazgatási szerveknél ugye ott már a 2013. évi 50-es törvénnyel ott keményen beindultak az informatikai biztonság vonatkozásába. Az alsóbb szintű szervezeteknél változó a dolog. Ott is kell, előírja a törvény, és sokan már tettek is érte, meg kívánnak is tenni, de van egy probléma, és ez a probléma, ez ugye itt az előadásban is elhangzott, pénzkérdés többek között. Egy kis önkormányzatnak kicsi a pénze is. Ő nem tud önálló szakembert alkalmazni, ő legfeljebb valamilyen megbízásos alapon fog informatikai biztonsági felelőst alkalmazni. Nála a megoldások, ugye vagy a központi informatikai rendszerek, a közigazgatási informatikai rendszerek, amiket használ központilag, vannak elrendelve, hogy milyen biztonságot használ, ott adott a dolog. A saját belső dolgaiba, hát pedig megpróbál valamit tenni. Nehéz. Nehéz, de bízunk benne, hogy szép lassan azért itt is sikerül valamit tenni. A következő kérdésem az lenne, Fiaka Györgyhöz, hogy ha szétválasztjuk, illetve nem választjuk szét a közigazgatást a magánszférától, akkor azok az adatvesztések, amik előfordulhatnak, mondjuk vétlenül, azok honnan kaphatnak még külön impulzusokat, és kik lehetnek ennek a nyertesei? Akkor folytatnám azzal a szóval, amivel befejeztem a kockázattal. Azért lényeges a kockázat szó, mert nyilvánvaló, hogy a kimeneti veszteség és a bemeneti károkozás, az alapvetően ez az egy szóval jellemezhető. Tehát, hogyha az állami és a privát szférát összekötjük a privát szférában, egyértelműen az adatvesztés, az ilyen típusú adatvesztés a károkozás mértékével jellemezhető. Na most nyilvánvaló, hogy az adatvesztés lehet vétlen, tehát ugye a régi nomenklatúra szerint a fecsegésből eredő adatvesztés, vagy a kinfelejtett papír, ugye még mindig a régi nomenklatúrában, vagy pedig a fecsegés összefügg az informatikai rendszertöltéssel is, azt is ki lehet fecsegni, amit feltöltött valaki. A mi esetünkben rendkívül lényeges az, hogy a minél értékesebb egy adat, tehát minél nagyobb a kockázatnak a mértéke, annál jobban kell védeni a bemeneti adatoknak a feltöltését. Ugye ebben az esetben például nagyon lényeges az adatosztás, amikor szétválasztunk úgy rendszereket, adatokat, információkat, hogy külön-külön nem felhasználhatók, és egységesen nem összerendezhetők, és nagyon lényeges az adattárolás is. Ugye többször hallunk a big data problémáról különféle megközelítésekben. Ugye befenyegettek az amerikaiak minket azzal a ténnyel, hogy a big datából bárhol, bármikor, bármilyen adatot ki tudnak nyerni, megfelelő varázsszavakkal. Tehát kimondott adott kereső szóval ki lehet halászni mindenféle cégnek, embernek, személynek, vállalatnak az oda tartozó adatait. Nagyon érdekes kérdés, de mindig felvetem elég mosolyogva, hogy igen, és ki fogja feldolgozni. Tehát gyakorlatilag ez a fajta adatvesztés talán kisebb veszteséggel járhat, de a célzott adatvesztés az rendkívül veszélyes. Szembesültem nem túl régen, talán 2 éve egy érdekes eszközzel, amely eszköz úgy működött, hogy az én intelligens telefonomnak megkérdezte a számát egy úr, és mikor megadtam, egy pöttyenés jött a telefonomra, amit nevezhetnénk SMS-nek, de mire ránéztem, már eltűnt az SMS is, és a következő pillanatban a képernyőn megjelent az eszközömnek a kivetített képe, valamint a beszélgetés folyamatosan. Hát ez adatvesztés. Tehát ha az ember adatvédelmet tervez, akkor bizony ezeket is bele kell tervezni. De visszatérek megint a kockázat szóra is harmadszor,
Tehát a megfelelő informatikus és biztonsági vezető közös együttműködéséből mindig azt a vonalat kell kiszúrni, aminek a végértéke, a veszteség értéke megéri, hogy többet fektessünk be a bemenetbe, tehát az inputba. Én azt gondolnám, ezt mondhatnám végszónak erre. Nagyon szépen köszönöm. Most van annak az ideje, hogyha a tisztelt közönségben megfogalmazódott néhány kérdés, akkor most tegyék fel. Kérdezném, kinek van kérdése? Senkiben nem szeretnénk bele folytani, de nem akarjuk ezt a gumicsontot itt rágni. Ha nincs, akkor mi az itt elbeszélgetünk egymással. Parancsoljon. Adom, viszem a mikrofon. Az úgy nem lesz jó, hogyha tetszik. Napirenden van-e az ügysegédnek a használata, vagy mindegy használata? Egészen pontosan én számomra természetes volna az, hogy az orvost vagy a kórházat adott esetben feljogosítom az adataimnak a használatára. Míg ha ilyet nem teszek, úgyis kell aláírnom, hogy vállalom a műtét kockázatát, meg nem tudom én micsoda. Ebbe a kategóriába tartozna az, hogy feljogosítom az adataim használatára. Gondolkodnak-e ezen valahol, ha nem Magyarországon, de mondjuk Európában? Bocsánat, csak amíg visszaérek, addig hadd mondjam azt, hogy azért az nem egészen egyértelmű, hogy akkor, amikor én a kórházat feljogosítom valamire. Tehát itt tulajdonképpen egy ilyen brém vastagságú kötetet kellene kodifikálni, és azt kellene aláírni. Annyi mindenre ki kéne terjedni, tehát a szervek felhasználásától kezdve rengeteg minden van, ami ebbe belekerülhet. Egészségügyi adatoknál ez egy igen érdekes kérdés. Ha én elmegyek az orvosomhoz, vagy elmegyek egy orvoshoz azzal, hogy ez a bajom, és akkor hát önmagában azzal, hogy megjelentem nála és elmeséltem a bajomat, tulajdonképpen hallgatólagosan följogosítottam arra, hogy kezelje ezeket az adatokat, mert ha nem hallgatja meg, hogy mi bajom van, nem néz utána, hogy eddig milyen bajom volt, milyen kezelésben részesültem meg egyéb, akkor tulajdonképpen fölösleges volt elmenni hozzá, mert maga a gyógykezelés sérül. Tehát ez az a fajta hallgatólagos adatkezelés, amikor meg kell adnom a nevemet, lakcímemet, amihez nem kell külön felhatalmazást, tehát ilyen egyszerű személyes adatokhoz. Orvoshoz mentem, följogosítottam az adatkezelésre. Bocsánat, a kérdés konkrét volt. Tehát arról szólt a kérdés, hogy az ügysegéd folyamat kidolgozása az hol áll? Erre van-e valami fajta információ? Erre nem tudok választ adni. Oké. Akkor én egyetlen egyet hadd mondjak egy külföldi példát. Ha ön Svájcban gyógykezelés alatt áll, és önt óhajtják egy másik klinikán is kezelni, vagy kell, hogy kezeljék, akkor az önre vonatkozó adatokat nem név szerint fogják megkérni. Nem tudom, ez érthető. Nálunk ez viszont csak név szerint működik így, tehát itt elég sok közbehető van még. Valószínűleg ebben az egészségügyi informatikának még jelentősen fejlődnie kell. Tehát ott azok, amik a személyes adat védelméhez fűződő jogokat biztosíthatják, azok már egy fokkal talán előrébb vannak. Minden bizony az egészségügyi kormányzatnak ebben az irányban több lépést kell még, nagyon kitekintő lépéseket tennie. Van esetleg... Ez így megfelelt? Köszönöm. Igen, adom. 2 perc van. Jó, szóval lényeg az, hogy én láttam már olyan egyetemet, ahol az indexekhez csak feljogosított alkalmazottak fértek hozzá, meg láttam olyat is, ahol a Téus néni bárkinek azt mondta, hogy na túrja ki a sajátját a több ezer közül, de nem nézte meg, hogy ki az, aki valakinek az indexét elviszi. És akkor merült fel bennem, hogy ez nem működhetne esetleg úgy, mint az adózás. Tehát mondjuk a NAV az hiába mondaná, hogy kedves KKV-k, legyetek szívesek adózni, mert és úgy adózni, ahogy kell, mert úgy lesz mindenkinek jó. Ez ugye nem működne, csak úgy, hogyha büntetnek sajnos. Hogy egy olyan nagyon drasztikus változás esetleg Magyarországon nem működhetne, hogy az adatkezelés az olyan, amilyen, viszont abban az esetben, hogyha valamilyen szervezetről, ami lehet egyetem, középiskola, civil szektor, akármelyik, kiderül, hogy adat került ki, akkor azt piszakul megbüntetni, mert szerintem annak lenne, tulajdonképpen szerintem ez lenne az egyetlen hatékony megoldás.
De ilyen van. Hát könyörgöm, hát az, a személyes adatok kezelése az bűncselekmény, már a jogosulatlan kezelése, illetve az azzal kapcsolatos büntető törvénykönyvi tényállás. De annyira ritkán alkalmazzák, tehát mondjuk tudok olyan egyetemről, nagy egyetemről, ahonnan gyakorlatilag bárki kilophatja mondjuk másik indexét. Először följelentést kell tenni ahhoz, hogy alkalmazzák. Tehát ott kezdődik a dolog, hogy amíg nincs ügy, és az ügyben nem született feljelentés, addig nem lehet megbüntetni az elkövetőt. Ez egy alapkérdés, tehát ez jogi probléma, Fialka úr ebbe azért jártasabb nálam sokkal, de... De mondjuk tehát egy egyetem hallgatója az mondjuk a saját TO-ját nem fogja feljelenteni. Még akkor se, hogy az indexét lenyúlták. De ha nem jelenti föl, akkor ki és hogy szerez tudomást arról, hogy itt történt valamilyen szabály, vagy... Egyéb jogsértés. Hát igen, szóval ez a remek kérdés. Én egy zárszót mondhatnék ezzel kapcsolatosan. Itt kollega említette a személyi felelősséget. Itt csak személyi felelősség lehet. Intézményi felelősség, beszélhetünk bírságolásról, de egybe gondoljunk bele. Egy költségvetési szerv miből gazdálkodik? Állami pénzből. Miből fogja kifizetni egy másik állami cégnek a bírságot? Állami pénzből. Tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az állam az egyik zsebéből átteszi a pénzt a másik zsebébe. És tényleg zárszóként hadd említsek egy eklatens példát. Halljuk az APEC, illetve a NAV-os vizsgálatok eredményét ilyen-olyan nagy cégeknél, ilyen-olyan bírságoknál. Megmondom önöknek nagyon őszintén, költségvetési szférába az, hogy a NAV ilyen jellegű retorziókat nagy mértékben és nagy számban alkalmaz, én nem tudnék róla, pontosan ezért, mert az állam az egyik zsebéből a másikba pénzt ilyen formába nem fog átpakolni. Én megköszönöm önöknek a figyelmet. Köszönöm, hogy aktívak voltak. Köszönöm, hogy ilyen szép számban vettek részt az előadáson. Reményeinket túlszárnyalták. Sajnos nem maradt idő mindenre. Én szerettem volna ettől többet mondani önöknek. A továbbiakban megtalálnak bennünket a Facebookon, a www.facebook.com/MBC Akadémia oldalon. Akár engem, akár a Magyar Biztonsági Civil Akadémiát, hogyha bármilyen kérdésük van, ott feltehetik, igyekszünk válaszolni rá, illetve egy olyan kezdeményezést próbálunk elindítani, hogy az informatika és a költségvetési belső ellenőrzés közeledjen egymáshoz, összefogva ténylegesen az információbiztonságot a költségvetésbe hatékonyabbá, jobbá tudjuk tenni. Úgyhogy bátran lájkoljon mindenki, visszalájkoljuk, és... Tovább szép mindenkinek, jó utat hazafele, a sorsolást várják meg, mert még itt az ITBN zárásaként szép ajándékokat sorsolnak ki.